Ebben a videóban diétás, rántott húsit fogunk csinálni a nagymamával. Azért foglalkozunk rendszeresen ebben a diétás, rántott húsi vagy rántott hús témával, mert látjuk azt, hogy mindenki szereti a rántott dolgokat, tudjuk azt, hogy nem bírjuk ki nélküle az életet. Tehát mi az a megoldás, ami hosszú távú, fenntartható diétába is berakható? Ez kérlek szépen a következő receptnek a lényege. Nézzük meg, hogy kell elkészíteni. A Peak-től egy újdonság a Natural Food Flavoring, amit gyakorlatilag ételészesítő helyett használunk, mert nincsen benne nátrium glutamát, só van benne, úgyhogy ebben fűszerezzük be a csirkemelljeinket. Nagyon egyszerű használni, és így akkor megvan adva az íz. Elsőként tehát rizslisztet teszünk egy tálba, nyilván a klasszikus rántott dolgok alapján, utána a tojást, a tojásba tettünk egy kis sót, és a pékes protein betkovel a harmadik, amivel befedjük a húsinkat. Tehát ebben a háromba forgatod meg a húst, ugyanúgy, mint a klasszikus rántott hús esetében, és ezt fogjuk kisütni, de úgy, hogy PEM olajsprével kifújjuk a sütőnket, hogyha nincsen teflon sütőd otthon, és MCT olajat használunk, aminek a kalória tartalmával nem kell foglalkozni, és így akkor gyakorlatilag semmilyen olyan zsírt nem adtál hozzá, ami kikészíti a diétádat. Ezt kérlek a pékes diétás rántott húst, mensd le ezt a receptet magadnak a hosszú távú diétádhoz.